A Magyar Zarándokút Egyesület és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás azzal a fő céllal alakult, hogy létrehozzák a spanyolországi El Caminohoz hasonló hálózati jelleggel folyamatosan működő magyar zarándokutat. Davasi szakaszán az indulás előtt a zarándokok szentmisén vettek részt a sári római katolikus templomban. Mai rohanó világunkban egyre többen érzik a céltalanságot, kiábrándultságot, egyre nagyobb a stresszben és letargiában élők száma, akik fontosnak tartják a lelki, szellemi megújulást. Szinte mindenki keres valamit, saját utat, életcélt, hivatást, társat, boldogságot, Istent. Az út bejárása lehetőséget ad arra, hogy szakítsunk mindennapjaink nehézségeivel, feledjük el a hétköznapok problémáit, kicsit távolabbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk közelebb ahhoz, amit keresünk. A Magyar Zarándokút 2011. március 31-én hivatalosan is megnyílt. Esztergomtól Mária Gyűdik várja a zarándokokat. A Magyar Zarándokút történetének, ha jól tudom, akkor egy nagyon fontos lépése az, hogy most már nagyon sokan ismerik, nagyon sokan beszélnek róla, kiadványok jelennek meg, és sikerül mindig olyan prominens személyeket megnyerni, akik húzó erőt jelenthetnek, és vihetik a Magyar Zarándokút hírét. Úgy érzi, hogy az a munka, amit elkezdtek, az kezd beérni? Igen, hát tulajdonképpen egy hagyomány vagy rendszer teremtődik abból, amit elkezdtünk, és bizonyos mértékig, a véletlen hozta, mondhatnám így, vagy a gondviselés ajándéka, ahogy ez kialakult. Papp Lajos professzor úr volt az az első közéleti személyiség, aki az ügy mellé állt. 2011-ben ő vett részt a megnyitó zarándoklaton, és ezt követően minden évben felkérünk valakit. Most már úgy hívjuk őket, hogy staféta az zarándokok, ezt éppen tegnap beszéltük meg, hogy valami egyedi nevet kellene adni ezeknek a személyeknek. 2012-ben Schmidtné Makrai Katalin volt ez a személy, és ebben az évben pedig Eperjes Károly színművész az, aki velünk tart az úton. És hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a láncolat majd hova fejlődik még, tehát ki mindenki fogja felvállalni a Magyar Zarándokúton a megnyitó zarándokaton való részvételt. A staffinta zarándokokat önök keresik meg, vagy pedig jelentkeznek? Nem, minden évben résztvevő staféta zarándoknak a feladata az, hogy az ő utódját megkeresi. És ezért tartom nagyon érdekesnek ezt a láncolatot, tehát hogy kiket fog megkeresni az a személy, aki mondjuk az idén részt vesz velünk, tehát Károly kinek fogja majd átadni a stafétát. Már vannak elképzelései, de még nem beszélt róla. Ugye nagyon fontos az, hogy olyan hiteles személy legyen, aki vállalhatja a nevével is, illetve az arcával is ezt a zarándokutat népszerűsíteni. Nem csak hiteles személyiségnek kell lennie, hanem az egyházhoz való kötődése is erős kell, hogy legyen. Igen, úgy gondolom, hogy vallási kötődése kell, hogy legyen. A zarándokút sem tud működni szakrális vagy vallási háttér nélkül. Tehát mindenképpen fontos az, hogy kötődjön, kapcsolódjon valamilyen módon ez a valláshoz. Azokat a pontokat, ahol a zarándokok megpihenhetnek, sikerült már teljesen kiépíteni a teljes útvonalon? Hát nagyon sokat fejlődött az út 2011 óta. Eljutottunk oda, hogy most már szinte minden településen van szállás lehetőség. Nem mindenhol zarándok szállás, hanem van, ahol kereskedelmi szálláshelyként működő egyéb szálláshely áll rendelkezésre, de folyamatosan fejlődnek a szálláshelyek. Kapacitásuk is növekszik, és a számuk is gyarapszik. Bács-Kiskun megyében nyertünk egy fejlesztési pályázatot, és a Bács-Kiskun megye területén szerintem óriási változás fog bekövetkezni a 2013-as, 2014-es évben, ami úgy gondolom, hogy még nagyobb lökést fog adni a Magyar Zarándokút népszerűségének. És egyébként már így is tapasztaljuk, hogy évről évre megduplázódik a út iránt érdeklődő és az úton résztvevő zarándokoknak a száma. Hát ez szerintem 2014-re már egy nagyon komoly, több ezres létszámot fog kitenni. Az egyik legfontosabb dolog az ember életében, hogy kapjon kapaszkodókat, legyenek olyan értékek, amik mentén élni tudja az életét. Az ön életében a hit meghatározó szerepet játszik. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy elvállalta azt a felkérést, hogy staféta zarándok legyen? Természetesen kapcsolódik.
Azért, mert én fontosnak tartom a zarándokutakat, nem ez az első, bár ilyen hosszú gyalogos zarándokúton, ugye több mint 400 kilométer, még nem voltam. De nem biztos, hogy ez lesz az ilyen leghosszabb út. Hit nélkül ezt nem lehet csinálni, vagy hát van ennek egy sportértéke is, persze, és az, én mint sportbolond azt sem becsülöm le, de sokkal fontosabb a hozadék, a lelki-szellemi hozadéka ennek a zarándokútnak. Úgyhogy ha már a Paplajos volt az első díszpinty, második a díszpintja Katika volt, én vagyok most a díszpinty, de nem találták meg, hogy mi a jó neve. Én azt mondtam, hogy legyen staféta zarándok, aki mindig átadja a másiknak a stafétát. Úgyhogy én most harmadjára kaptam meg a Katikától, megtiszteltetés volt, hogy rám gondolt. Mit vár ettől az úttól? Nem várok különösebbet semmit, mert az Isten mindig nagyobb meglepetéseket tartogat, mint amit én mernék várni. Már eddig is annyi finomsággal ajándékozott meg, hogy arra az ember nem is gondol. Csak el kell indulni a zarándokút, mindannyian zarándokok vagyunk, aztán a zarándokút végén majd mindenki meglepetéseket fog kapni, ki ahogy zarándokol. Úgyhogy tele van titokkal az egész út, úgyhogy nagyon-nagyon sok szépet kaptam. Például kaptam, ugye itt a polgármesterüket, a Zoltán már korábban is találkoztam vele, de hát egy egészen különlegesen finom ember. Adjanak hálát a Jóistennek, hogy ilyen polgármesterek van, nem egy hóhányó, hanem egy ilyen igazán felelősségteljes keresztény ember. Adjanak hálát. Ez például egy olyan ajándék, hogy sokan repíznek, tudja, a polgármesterek körülöttünk. Ő nem repízik, hanem ilyen zarándoktársként vesz közöttünk részt a beszélgetésbe is, meg lényegi, amikor beszélgetünk, lényegi dolgokról beszél. Mennyire nehéz kilépni a hétköznapokból és azt mondani, hogy félreteszek mindent, és csak erre az útra koncentrálok. Hiszen ezt nagyon kevesen merik megtenni, mert azt mondják, hogy nélkülözhetetlenek, hogyha nem csörög naponta 20-szor a telefonja, akkor már pánikba esik. Ő mégis hagy mindent, és kilép a zarándokút kedvéért. Hát nézze, először is én nem tudom végigcsinálni úgy, hogy minden percétől a végéig velük vagyok, mert dolgoznom is kell. Úgyhogy vannak szakaszok, amit én már előre voltam itt a feleségemmel, voltam, amit magamban csináltam végig, mert menni kell játszani, meg színházba dolgozni. Tehát amikor meg itt vagyok, akkor teljesen itt vagyok. Amikor meg nem, akkor meg máshol vagyok. Mindig az a feladat, ami van, azt végezni kell. Ön szerint van létjogosultsága annak, hogy Magyarországon ez az zarándokút hosszú pályát fusson be, tehát 2011 óta, amit elkezdtek és folyamatosan építenek? Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ez nem csak ilyen finomság lesz, hanem még finomabb lesz, és egyre többen rákapnak majd. Hát ugye itt kereszteződik a mi drága Ninivénkben, Budapesten, a világ legszebb fővárosában, itt kereszteződik a Mária út és a Zarándok út. És ugye hát ezt még lehet folytatni, aztán majd, ugye most ez Esztergomtól megy Gyűdig, de Esztergomtól el lehet még menni Krakkóig, onnan el lehet menni Csensztovába, Mária Gyűdtől el lehet menni Medjugorjéig, aztán a Mária út az meg Mária Celtől tart egészen Csíksomlyóig. De hát én már voltam Lourdesban, Fatimában, voltam a Szentföldön, voltam Zagorszban, a pravoszlávok, szabad így mondanom, hogy Mekkájában. Miért jöjjenek az emberek erre a zarándok útra? Hogy lelkileg föltöltődjenek, megtalálják a lelki békéjüket, hogy vezekeljenek a bűneikért, engeszteljenek másokért. Sok haszna van, édes hazánkért, sok minden, családjaikért, sok haszna van. Polgármester úr, nagyon fontosnak tartotta mindjárt az indulásnál azt, hogy Dabas a zarándokút része legyen. Ön szerint helyes döntés volt? Szerintem egyértelműen helyes döntés volt. Dabasnak bekapcsolódni egy olyan
útvonalba, egy olyan zarándokútba, ami minden olyan embernek, aki útra kell és ezen az úton végig megy, vagy legalább egy szakaszát megteszi, és segíti ezeket az embereket abban, hogy megújuljanak, hogy a saját családjuk, a szeretteik, a hivatásuk, a hazánk javát szolgálják a jövőben. Hogyha egy ilyen útnak részei lehetünk, és Dabas is segített ebben, akkor mindenképpen volt értelme. De hogyha a város, a település presztízsét vesszük figyelembe, akkor is mindenképpen értelme van, hiszen ez az út az előbb-utóbb egy nemzetközi, közép-európai zarándokúttá fog fejlődni. Medjugorje és Csesztóva között, vagy Csesztóva és Medjugorje között fog húzódni ez a majdnem 1500 kilométeres út, és ennek a közép-európai zarándokútnak része lehet a mi kis városunk, a mi településünk, ez a kistérség. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű választ ad a kérdésre, hogy igen, volt értelme és van értelme. Közéleti szereplőként nagyon kevés ideje van. Van-e most az zarándokútnak olyan szakasza, amin el tudja kísérni az idei stafét az zarándokot? Igen, most elindulok velük, tehát a mai napon igyekszem a mai távnak legalább az egyharmadát felét megtenni közösen velük, és arra készültem, hogy a hét második felében két napot tudok velük tölteni. Úgy néz ki, hogy ez most egy napra fog szűkülni, és jövő héten szeretnék két vagy három napot a zarándokokkal együtt zarándokolni. Ez összesen, hogyha sikerül, akkor újra sikerül elérnem azt, hogy ebben az esztendőben is legalább 100 kilométert zarándokolok. Mennyire érzi azt fontosnak, hogy ahogy Eperjes Károly nevet adott saját maguknak, tehát hogy staféta zarándokok, vigyék az első, a kezdő utat minden egyes évben? Nagyon fontos, ezért is gondoltuk azt, hogy minden évben a nyitó zarándoklaton, vagy mondjuk azt, hogy staféta zarándoklaton, ahogy ő fogalmazott, egy neves személyiséget kérünk fel, egy hiteles személyiséget. Eperjes Károly személyében azt hiszem, hogy senki nem kérdőjelezi meg, hogy egy olyan ember, egy olyan közismert és népszerű személyiség vállalta ennek a staféta zarándoklatnak a vezetését, akinek minden szava, minden gondolata hiteles, hiszen egy vallásos, a maga szakmájában vagy a maga hivatásában nagyszerűt és rendkívülit alkotó ember. Úgyhogy úgy gondolom, hogy erre odafigyel a média, és odafigyelnek sokan, és amerre ő járni fog ezen az zarándok úton, ahol megáll ez az zarándok csapat, arra oda fognak figyelni, és sokan el fogják határozni, hogy követik majd őket. Magtelevízió. Önökért vagyunk.